A zenekar 14 évvel ezelőtt alakult. Azóta rengeteg koncertet, turnét tudhatnak maguk mögött. Jelenleg 3 főből áll a csapat, a Texas Flood. 2010-től vagyunk 3-an. Ugye Travis Montoya dobos, Steve Buckner basszusgitáros, és jó magam. 2010-től. És hát nem volt tagcsere azóta, tehát mi hárman nagyon összekovácsolódtunk, meg nagyon, nagyon hát jó barátok is vagyunk nyilván. Család is vagyunk most már, tehát lehet mondani. A csapat az estére a blues legendáinak dalaival, valamint saját feldolgozásokkal is készült. A blues zenei műfaj a 19. században terjedt el az Egyesült Államok beli afroamerikai közösségekben. Ezt a műfajt képviseli a zenekar. A mai az egy ilyen kis vegyes felvágót lesz, tehát amit ugye általában a Texasban is szoktunk játszani, az a Stevie Ray Vaughan, meg Jimi Hendrix, más blues előadók, nagymesterek, B.B. King, Albert Collins, ilyesmi zenészektől, de saját számok is lesznek, úgyhogy mondom, ez egy ilyen érdekes, kevert műsor lett. A banda rengeteget koncertezik az Egyesült Államokban. Sikereikről az is árulkodik, hogy egy ügynökséggel együtt dolgoznak, így szervezik a koncertjeiket. Régebben csak Texas államon belüli városokban zenéltek, most viszont már az egész országot bejárták. Rengeteget koncertezünk, és hát most már harmadik éve egy ügynökség is segít nekünk koncerteket szervezni, és most már tehát nem csak Texasban, hanem országszerte is megyünk. Tehát idén megyünk New Yorkba, Chicagóba, Ohioba, keleti partra, és hát tavaly is jártunk Chicagóba, és ott volt egy hatalmas nagy koncert, és egészen különleges alkalom, amikor a nagy blues legenda Buddy Guy klubjában játszhattunk, és ott volt este, és följött a színpadra, és játszott velünk, illetve hát éneket. Hát ez egyik fénypontja az egész életemnek szerintem, hogy a blues utolsó öregével egy színpadon állhattam, és hát igen, jó véleménye volt rólunk szerencsére, és akartak minket vissza, úgyhogy megyünk idén nyáron. Tomi Katona már kiskora óta zenél, édesapja tanította meg gitározni. Már 9 évesen tagja volt édesapja zenekarának, igazi csodagyereknek számított. Mindig is az volt az álma, hogy Texasban zenélhessen, saját bandát alapítson. Szerencsére ezek az álmok valóra is váltak. Rengeteget utaztunk már, tehát nagyon annyi bulit játszottunk, hogy nehéz lenne felsorolni. Sok minden volt. Én ugye Steve Ray Vaughan egykori basszusgitárosával is játszhattam egyszer együtt, az is óriási dolog volt. Meg nagyon jó barátságba kerültem a világ egyik legjobb gitárosával, Andy Timmonssal, aki ott lakik tőlem egy 20 percre ott kint. És mondjuk nagyon jó barátok lettünk, meg játszottunk is együtt többször. Szóval hát ilyen dolgok, hát óriási, tehát nekem is szürreális szinte. Meg John Mayall egykori gitáros, a Buddy Whittington is nagyon jó barátom. Tehát azóta nagyon sok ilyen barátság született. A jövőre nézve is vannak tervei a zenekarnak, ide sorolható például egy saját lemez kiadása, még több turné szervezése, saját dalok írása. Következő koncertjük április 19-én lesz Texasban. Most az a tervünk ebbe az évben, hogy most nagyon jó néz ki a naptárunk eddig, tehát nagyon jó, sok koncert lesz. És hát elterveztük, hogy a felmaradó időben, amit csak lehet, arra fogunk fordítani, hogy dalokon fogunk dolgozni, és össze akarunk rakni mindenképpen egy, hát ha nem is egy egész teljes albumot, de mindenképpen egy LP-t, egy ilyen
néhány számos dolgot. Tehát mindenképpen lesznek benne saját nóták és feldolgozások is valószínűleg. Tomi Katona zene iránti szeretete nem merül ki a zenekarban. Szabad idejében gitárórákat is ad az Egyesült Államokban.